Szerbusztok, kedves emberkék, üdvözlök mindenkit, sziasztok, Gameborgot is vagyok, és folytatódik a Far Cry 3 végigjátszásom a 7. résszel. Na, és ahogy láttam, itt van a Spess, szia Api. Hello? Jason, did you make it to Hoyt's Island? Yes. You have nearly reached the end of the path. Citra is convinced that you will become the most powerful warrior in the tribe. All the Tatao would be yours. If you survive. I guarantee it. I knew it, Jason. To reach the center, you must let all the kids of your past life fall away. Only Citra and the path must remain. I know what I'm doing. Good luck. Csak belőttem a öt ablakot. Amit elfelejtek. Na! Mi a helyzet, Spess? Na most megígyezte vajon a... Ja igen, ezt is megígyeztem már alapból, hogy megszereztem ezt a tornyot. És akkor azt beszéltük, hogy ezt a két cuccot, tehát a területet megmókoljuk. Igen. Volt szó. Csi. Egyébként a... Hogy állunk ilyen állatbőr ügyileg? Ez mi kell? Zöld? Aha, jó. Cápabőr. Aha. Jó. Haltatlan medvebőr. Leopárdbőr, az kell biztosan. Szarvasbőr. Tigris, tigris, leopárd, szarvas. Tigris, leopárd, szarvas, jó. Várjunk. Cokat. Ja nem, ez nem az ilyen utazós. Na, hogy jutok el vajon oda? Egyébként megint ez a térkép, hogy ilyen fostalicska, ez borzasztó. Ahogy így jobbra ki kéne menni a fő útra. Egyébként jó, ez közel van, ezeket megmókoljuk. Ez mit csinál? Aló, állj már meg, bazd meg. Most merre megyek? Jobbra. Hát ez hülye, bazd meg. Nincs. Szedek ki.
széket el. Hopp, itt van egy műkincs is. Volt, már csak volt. A fasz, itt le lehet esni. Smarkit egy nyomorult szar. Igen, ez a karakter olyan egy puhány geci, ezt akkor nagy warrior. Nagyon nagy warrior. Egyébként miért nem tudok a chathez csatlakozni, most nézem. Csatlakozás a csevegéshez is csak forog, forog, forog. Tehát a saját csetemhez bazeg nem csatlakozik. Tehát vicc. A saját, érted? A saját... Na végre, üdv a chat szobában, köszönjük, kedves Twitch, szintén a zseniális működési hatékonyságodat. Most megint csatlakozás a csevegéshez van, nagyon jó. Valami VV2 bunkert láttam, hogy érte ezt, persze, nem tudom. Vicsünk már egy pár ilyen kék levelet. Fő, mert az nagyon jó. Ezt a négyet összegyűjtem. Hol van? Hol a negyedik? Jaj, fönn. Átfalálni bazza. A pontlövők egyébként, az a bajom mindig, hogy általában az összes ellenfél állandóan is stréfel jobbra-balra. Na végre, chat szobával sikerült csatlakoznom. Hol, milyen messze vagyok? Annyira messze, nagyon jó. Most ugye arra gyúrunk a fő küldetés előtt, hogy megszerezzem a ingyen a fegyvereket. Meg hát alapból azért a világot is nem árt felfedezni.
Most honnan jött ide amúgy? Szia Nándi. Oké, ez egy dolog, de akkor is egy nyomorult geciláda ez a game. Egyébként. Üdös, nyomorult féreg. Annyi lenne, hogy egy ember egy lövés. Ez kész. És tök mindegy most, hogy ezek a partizánok, mert most ezeken van ilyen mellény, oké, én ezt látom, de mikor a vesznek a kalózait, az is némelyik mi belelőtt, és hogy jaj, az így nem halt meg. Hely érdekes. Nagyon érdekes. Nem tudom, engem a lelőnek és sniperén ott helyben meghalok. Ezek nem. Gratulálok, mert ez zseniális játék hangulatom megteremtéséhez, kedves játék. Örülök neki, hogy ennyire ért hozzá ez a Far Cry is, hogy hogyan roncsuk el az ember kedvét, életkedvét, játékkedvét és az egész napját, meg mindenét. Gratulálok, hogy ennyire telik. Éppként. Na, most már mehetek végre, ahova akarok. 37 perc után egyébként, mert ennyit basztunk el a semmire. Gratulálok egyébként. Map megint nem működik, mert miért működne egy feature a játékban amúgy? Egyébként. Mégis a... Na. Most hol vagyok? Ilyenkor nem, úgy elugrik, azt tudom hol vagyok. Nandi, azt akarom csinálni, úgy kezdődött egyébként a mai stream, hogy gyorsan befoglalok még 3-4 ilyen tornyot, mert megkapom ingyen a fegyvereket. De nem bírok egy előörsöt, nem is tornyot, mert a toronyhoz csak oda kell menni. Mondom, akkor megkipucom a környéken, előörst is, és 30 perce egyet tudtam most megcsinálni, mert egy büdös köcsög. Hello? Jason, did you make it to Hoyt's Island? Yes. You have nearly reached... Ilyen, ennyire egy... vagon geciládát nem láttam még. Ez a nyomorult Far Cry. Menjünk ide akkor. Warrior, in the tribe, all the tatau would be yours. Gratulálok megint ez a zseniális kezdéshez. És akkor még én az én kurva anyámat mert játszok. Hát nem, bazd meg. Azért se. Dafke. Na, egyébként most már le kéne állítanom a streamet, mert meg van baszva az egész. Nem lehet egy szaros előörst megcsinálni, bazd meg. Hihetetlen. Nem lehet. Miért? Jaj! Csinálj egy óráig egy szart!
Elmondhatod, 50 napig játsz egy szaros, rüves, tizenvalány órás tartalmú gémmel. Játékidejű gémmel. Hihetetlen, bazme. Mert egy előörsnél fél óráig háromszor, meg négyszer indítsd újra, mert nehogy úgy legyen már, hogy te elképzelted. Odaállsz egy sniperrel, az kilősz mindenkit. És akkor már egyből rohan a riadóhoz, mert itt van egy ember. Ez is nagyon reális egyébként tényleg. 10 katona nem bír elintézni egy embert. Nem, 50 kell hozzá. Egyből már valaki lőtt, és akkor riadó. Akkor miért állnak ott? Akkor elég lenne két ember, hogy az egyiket kilövik, a másik ott áll a gombnál, és megnyomja a gombot. Nem, ott áll 8 katona semmire. A logika az van. Nyolc katona kell egy riadófújáshoz. Totál elegem van ebből a gameből egyébként. Most ideje, most pár rész óta egész jó volt amúgy, de most megint elkezdte, és egy egyszerű semmi. Azt már febazik, nem hiszem el. Totál hülyének nézi, megint a játékost egyébként. Azt hiszi, hogy hülye vagyok, csak hát nem vagyok. De nézte. Most hova bazd meg, ha ott nem jó? Na, most ide hogy ugorjak be? Botrány. Feáborító ez a játék. Komolyan. Számolni is tudok az idővel, hogy na akkor skacok, hogy hol tartunk, mert megakadok, bazd meg. Miért kell húzni az időt? Majd én beosztom az időmet, ne ő ossza be, majd én beosztom. Nem olyan játék így rendelkezget ezzel. De jaj, én viszont eddig játszom. Majd én eldöntöm, hogy meddig játszok. Jó, oda megyek egy előrse, lelövök mindenkit, és kész. Majd eldöntöm, elmegyek a másodikra, lelövök mindenkit, és kész. És majd eldöntöm, hogy hány előrsnél fog megállni. Ne azt, hogy oda megyek egyhez, és ő eldönti, hogy csináljam meg háromszor, ami helyett három előrs meg tudnék csinálni. Ahelyett egyet csinálok, mert ő úgy döntött. Hát akkor szobd le a kurva anyádat, Ubisoft, ott ahol vagy. Az Assassin's Creed-jeid, de minden szaroddal együtt. Azzal. Összes Far Cry-oddal. Köcsög. Cég. Ez az elős. Ezt nem hiszem el, geci, komolyan. Tegnap is betett ez az agoni.
alaphangulatom egyébként megvolt, de lehetett volna az, hogy mondjuk ebben Far Cry-ba haladunk, szépen megyünk, meg izé, és akkor így megmarad az embernek a játék hangulata, nem? Nem. Semmi, kézen fogva szépen az idegroncs hullámon ugrálnak ezek a játékok egyébként, is dalolnak. Miért ne? Ez riadó, ez nagyon kellett amúgy. Eltétlenül. Hol a másik izé? Komolyan inkább esküszöm a érdemesebb a riadó ezért kilőni, bazd meg. Szarom. Na persze, nincs nála. Ez is milyen tud lövésbe meghalni egyébként? Oké, hogy páncélos, de... Na végre. Dumb, egyébként nagyon dumb a shooting már rá, és a NPC-k rontják el egyébként, azok a botok rontják el az egészet. Ez honnan lőtt meg? Empty your clip.
Otromba. Szar. Ez erre lett volna már eszük, bazd meg. Ezt a hulla interakciót kifinomítani. Megint mindig azt látom, hogy a fontos dolgok azok az ablakba, meg szarok, és akkor minden más hatás vadászat, az a lényeg. Ez megvan. De az, hogy normálisan meg lehet csinálni, az nem. Az... Kit érdekel? Mert ez a Far Cry. Ez lehet akármilyen, ez úgy jó, ahogy van. Úgy vannak vele, hogy majd a Far Cry mondja meg, hogy mi a stájsz. Hát nem bazd meg, majd én megmondom, jó a játékos. Csak hát szart se ér az egész, sajnos. Megpróbálok leigadni, mert így nem fog tudni majd játszani. Ezt a programot használni. Beszéltük, hogy ugye ezt kéne. Komolyan, most már lassan... Azt fogom, ki akarok találni egy jó szót, de még mindig nem jutottam el odáig. Hogy... A játék... jelző, azt komolyan ki kell érdemelni. Tehát... Egyszerűen nem lehet... Nem érdemli meg minden ilyen program, hogy játéknak nevezzük. Ki fog találni valami alternatív, nagyon kifejező és frappáns jelzőt, hogyha nem játék, akkor mi? Ez, hogy játék, az ki kell érdemelni. A játék, ahogy neve is mondja, vagy a szó is sugalja, egy örömteli időtöltés, játék. Nem egy faszszopás, bazd meg. Masnival. Amúgy is kurvára látok. Pedig tegnap nem volt olyan nagy baj a game-mel. Tegnap előtt. Most meg megint ez a... Azt érzem, mint pár résszel ezelőtt. Hogyan szopjam a fasz című szimulátor. Ez hogy bazi? Ennyire szétlőnek, baznak. Mi? A faszom már! Gyulladok.
Nem igaz, hogy mennyi van ezekből. Túl sok az ellenfél egyébként, erre is már rájöttem. Indokolatlanul sok. És jönnek innen, onnan, mindenhonnan. Most itt mi a faszomért van ennyi? De hagyjuk. Szar nap van, nagyon jó. Mondjuk melyik nap nem szar? Ugye, ennyit erről. Nem is csodálkozom, ezért játékokba se lehet rendesen izélni. Ellenni. Miért lehetne? Jön bazd meg egy kocsi, ezt nem hiszem el bazd meg. Lövöldözünk, bazdmeg, azt így megtámad egy kutya. Kurva érdekes. Dingo, érted? Ilyen, amilyen... izé. Hát az, azon a lövöldözésnél a vadállatok úgy elspuriznak, bazdmeg, hogy nem igaz. Nem, ez így ott a csatába így részt vesz. Hát, vicc. Szar vicc. Egyébként egy ilyen őrkutya is. Tehát ezek a rottwellerek, amiket így a őrökkel, amiket fellősz a levegőbe, egyet úgy összehúzza magát az a szerencsétlen, hogy nem ilyen. Az így jön, Terminátor kutya. Mellé lövök, így el kéne spuriznia, amúgy. Megsugom. Így megrémülnie. Legalábbis én így csinálnék játékot. Nem, tök egyszerű, hogy oda raksz egy karaktert, aminek négy lába van. És akkor az minden áron megtámad. Na, modellezzük le kutyának. Jó kutyának, meg tegyünk rá egy hangeffektet, hogy ugat. Tehát kb. Ennyi a kutya egyébként. Kutyának nem kutya, csak úgy néz ki. Faszomba jutok be. De... Istenem, ezt is túl kellett már bonyolítani. Ne tudjam már, hogy fölmász erre a szarra. Jó, már, na ezt mondtam, már minden idegesít. Na, az is, hogy a karakter van. Az is idegesít. Sikerült megalapozni a kedvemet. Örülök neki. Ezt miért kell ez az animáció itt, bazd meg? Na. Ezt a játékot. Botrány. Botrány ez a játék. Most miért nem ugrottál kincsen? Mi? Hát ilyen nincs, bazd meg. Hát én se őt. Nyugodt lehet. De mi? Nandi, szerinted egyébként bennem van a hiba? Tehát, hogy te itt mindent jónak látsz egyébként? Csak kíváncsi vagyok, mert azt mondod, hogy Ubisoft nem kedvel. Tehát, hogy csak engem, de például téged kedvel egyébként? Vagy más, tehát, hogy másnak-e nincs baja ezzel a gémmel? Tehát ezek, amiket itt látsz és mondok, ez szerinted nem jogos? Csak kíváncsi a véleményedre, mert te egy ilyen reális ember vagy, én úgy vettem észre. Nyugodtan mondd meg, ha nem.
Hogyha nincs igazam. Passz meg. Ez nem igaz. De most nem ez a lecsúszás, a többi, a minden, amit a elő, izé, faszom, minden. Kíváncsiak a véleményedre. Szerinted ez egy jó játék? Ez rendben van ez a játék egyébként? Ez egy zseniális game. Nekem a legnagyobb bajom az a játék, hogy geci OP a CD-es, az MF-nek 3 km-re a kis sorozatok kétszer. Hát arra nem is tértem még ki egyébként, igen. Azt, ha már most így mondod, de már csak haba tortán. Az nem igaz, hogy miért kezd a tornyot is így szarrá bonyolítani, bazd meg. Attól félnek, majd leesek. Valahogy oda kéne átjutni. Istenem, aki ezen napokig gondolkozott, mert szerintem külön volt egy ilyen osztály, hogy amikor dolgoztak ezen a játékon, egy 2-3 asztalnyi ember, vagy lehet csak egy ember volt, még azt is el tudom kézzel, aki csak a tornyokkal foglalkozott, és nap mint nap bejárt dolgozni, és hogy bolyanítsam tőledeket a kurva tornyokat, bárbőj. Egész nap ezen gondolkodott. Modellezte. Hát örülök, hogy neked bejött akkor. Nekem összességében már egyre rosszabb. Most pont kezdtem volna már vele kibékülni, és akkor most megint eljátsza ezt. De most ez miért az én hibám? Tehát tegnap miért nem volt ilyen? És valamiért az előörs ott nem akarta, hogy nekem nagyon jó legyen. Na, megvan mostantól az a buzi izé. Vegyver is, annak se lehet örülni. Vagy jupi, megvan. De milyen áron van meg, szétment az idegrendszerem.
nézzünk már egy skint. Fel lehet, nem lesz rá pénzem. Szóval ki van ez a játék, hogy megint fölkúrt. Annyira elegem van ebből. Na jó, menjünk akkor a főküldire, végre egy óra után egyébként. Jó, egy, nem is azt mondom, hogy óra után, fél óra után, mert ugye most ki fogok vágni egy 20 perc fasságot egyébként. Istenem, csoda, hogy nem fájult meg a fejem még. Lehet egyébként a sárkány repülővel kéne oda menni. Azt mondja, a kövi outpostunk első sikert, ami pedig sokkal nehezebb volt az almas ellenfeknek. Elég jó gépfélmény állam, csak az a baj, hogy nem traumatomitót tenni. Az még nem baj. Még a hangtompító nem zavar. Mert lopakodásnál fura lesz arra, tehát akkor már inkább késsel, vagy izével, mit tudom én. Semmi értelme a hangtompítónak. Istenem. Komolyan... Nem tudom, el fog menni orvoshoz, hogy valami adjon valami nyugtatót, bazd meg, mert tényleg nem kész, szét van menve az idegrendszerem. Egy szikra, mintha összekocintanál két kavicsot egy gázzal teli szobába. Ennyi bőven elég, és már kész vagyok. Ez fasza. Kéne zöld. Akkor nem megyek még szedni ilyen. Hát tök jó, hogy nincs izén. Nincs itt senki. Láttok itt valakit?
Egyébként mitől lett most ilyen nagy az FOV-m? Ilyen nagyon ilyen halszem. Érdekes. Leveszünk ennyire. Történt. Eddig nem volt, most tökre föltűnt. Jaj. Folytan vissza, viszont 85. Mindig. Jaj, most nem tudok megölni senkit. Akkor lehet azért ilyen halszemes. De most ő így lopakodik. Nézébe van ilyen. Ezt a... Kéne iktatni ezt a pöst. Hát, hogy beállítottam is. Mégis hogyan, ha ez itt van? Mi van? Ez most szórakozik velem ez a game? Ja. Na, el lehet csalni. Must be a match. That's for a raid. Can't be that hard. Hey. Can't jump in the cenote. Too risky. Dinosaurs,
Igen. Ez kriminális? Jézusom. Eddig mi volt? Ha nem kriminális. Most az is ott felállt, kurva életbe. Ez kurva jó. Még a legjobb. Most hogy kerültem ide? Megvan a képzettség?
find a safer way in. What was that? Better keep my ears open. Just three more weeks, then I go home. Kezdek lenyugodni. Egyébként én komolyan ember tudnék ölni, kilkolni, készítőt, aki ezek, kitalált ezeket, meg komolyan mondom, hogy nem is tudom, mit csinálnék vele, bazd meg. Amikor olyan gyilkos ideg van rajtam, mikor ilyen baromságokat csinál. Ez az újonc. Tudtam. A sleeves cover up the tattoos. Sam, I'm good to go. Guy's ID says his name is Foster, so how am I supposed to act? Like a Foster? Remember, be gullible. Must believe your own lie to sell it. Ó, nagyon jó, most már nem támadnak. All right, Hoyt's coming in for inspection of his new men. Everyone line up for processing. Prepare for scanning. I could use a cold one. Clear. How's Next, it going? Come on, move forward. All right. Let's go, let's go. Move it through. Are you clear? All right, next. You're good, Foster.
want to make some dope? Fuck yeah, what do you think I'm here? Local boss named Voss has just been killed. His empire's open for business. His boys are making money hand over fist. So why shouldn't we? Well, what about Hoyt? Hoyt's got bigger concerns. It's a fucking buffet right now. But the food won't last long, so might as well eat, right? Damn straight. Okay. Go watch the speech. Hey. Tell anybody about a conversation? You're fucking dead. Látok egy pillanat. Mi van? Employees. I'm not going to lie. We're all here to make a buck. But it's the happiness of my people that gets me up each morning. My father, rest his soul, was a diamond miner. Got up at the crack of dawn each morning, smoked a cigarette, and down into the earth he went. For that wonderful, wonderful man. Company was God. I bring that same reverence to my humble business here. I need a good bed. And I expect all of you to do the same. Now, there are only three company rules you have to follow. First, protect my product. You can fuck them, boys, but be gentle. Second, kill any native on site. Finally, all profits go to me. Jó, hogy ez a köcsög, ez egy gyémántot bányász, értem már. Nem értettem, ezek mit akarnak ezen a csóró szigeten, ez a Hoyt is, meg ez a Wes. Work. My pride and joy. Man. Show them we mean business. Shit. Ah, I almost forgot. We have a special on this man. Your very own island. For the head of Jason Brody. Just three more weeks, then I go home. Mind your business, recruit. More than this bullshit. How's it going?
Az igen. Hullák a vízre. Ide nem bír kimászni a karakter. Hey. Valami szuper ügyes. Szóval ezt amikor itt osontunk se láttam, az hol van? Ezeket a szarokat is keresgélne, és lelki energiámat elrabolja ez a gém. Szia Gabi, nagyon jókor jöttél, nem? Megkímélted magad egy ideg rohamtól, mert azt kaptam rögtön az elején. Hát a kapcsolok fényt. Rögtön a legelején. Most már remélem nem lesz. Egyébként már geci elegem van ebből a gameből, és kurvára haragszok rá. Mert egy igazi mocskos, üdös faszopó az. Jobban nem tudom már leírni. Ez sajnálom egyébként, azt hiszem ezt a Far Cry 3-at ezt szeretni fogom, meg így jó lesz annyira, és nem bazdmeg. Hát nagyon megszopatott, tehát itt lettél volna, ez nem is tudtad volna, sírjál vagy röhögjél. Én sem tudtam már eldönteni, inkább sírtam. Milyen fájdalmas volt. One of Hoyt's men offered me a way in. A group of traitors planning to steal from Hoyt. I'm thinking, I kill these guys, Hoyt trusts me. Aye, yes, the Dresden Shuffle, the best choice. It would have been quicker to kill Jason Brody, but that is off the table, yeah? I have monitored the traitors from the inside. They've got three captains, one of whom might be carrying a roll sheet for all their members. Kill them, acquire the sheet, and I will make sure Hoyt knows what a good soldier you are. Where are they based? An old temple. I'll give you the coordinates. Azok ide. Hát annyi, hogy ugye az előző rész végén ugye eldöntöttem azt, hogy kiírt a játék, ugye, hogy hódíts meg 2-3 őrtornyot, és akkor ingyen megkapom azokat az új jó fegyvereket. És akkor tegnap ugye a stream végén megcsináltam egyet vagy kettőt, nem is tudom, és akkor mondom, jó, még a maradék 2-3-at megcsinom, de csak 2 kellett amúgy. És az első, amit kiszemeltem, egy tök random, ami közel volt, tehát semmi főkül, csak ott egy előr. Fél órán át szopatott, bazd meg. Mert nem elég egy lövés a sniperrel, akkor kívja izét, persze ebből riadó van, és akkor meg mizé, lettem olyan dühösség ideges bazzek, hogy nem igaz. Hát mondom, ez ilyen a világon nem létezik ilyen. És akkor ilyenkor mindig, mintha így érezném így a fülembe, hogy így
Ugye a játék így odajön, és hogy ha, 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 ha. Ilyen szemét geci aljas féreg. Undorító, mazme. Tehát előbb ezt kéne, nem? Aljas rohadt féreg. Ott valamiért ott valami nem akarta, hogy minden összejönjön nekem a sikerélményem. Rohadtul nem szerettem volna. Megint nem tudok rámenni, jó? Up here. Watch your step. This thing is unstable. Ezzel átugrasz le. Tegnap nem tudott volna. Kifele sem megy neki. Igaz, három VIP-s kutasd ő az intéjék utána. Hogy van az a... Ja, akkor kellett volna, amikor... Sand and water. Sand and water. Sand and water is called mud.
fucking heat. Still nothing. Last guy better be carrying something. Tudom, mi nem lehet hátrafele nézelődni. Jó helyre esett a hulla. What is it? No? Up places. You got that one. There was some big money rolling in during the day. Megint a kocsiból nem lehet kilátni egyébként. Nem lát sem. Én tudom, én eddig akár melyik autóban ültem életemben, olyan szépen körbe látsz egyébként. Ezek hülye játékokban nem. Pedig arányos a kocsi felépítése, itt a karakterrel van valami, tehát a karakternek a feje olyan, mintha nem itt lenne. Nézzük ugye az ülést mondjuk, vagy itt, hanem mintha itt lenne így lent. Tehát a kormánnyal egy síkban van a szeme, nézzétek? Na jó, egy kicsivel följebb. Hát ez mi?
Csak azért, hogy te lásd, hogy ott van egy ilyen interior terület. Nem érdekel az interior terület. Majd a autóversenybe érdekel. Egyébként az autóversenys játékokban jobban megvan oldva. The roll sheet eludes you. This makes me sad. Yeah, but I did find a note. They're meeting in a couple of days. Apparently, it's important. Then the roll sheet will be at the meeting. I am happy again. Na, most nincs beszűkülve, izé. There's something I must fix for Hoyt. Want to come along for the ride? Sure. Wunderbar. Meet me at the drug fields. I have a situation to defuse. Kompárnát. Ez hol van? Hol van az a rész? Na jó, akkor ezt pucoljuk ki. Mint hogy az csak úgy menne, mint oda, az pucol, pedig így kéne egyébként. Mennyiségi játéknak kéne lenni, nem... ez mit csinál ez a kocsi? Egyszerűen nem értem. Riasztó. Itt. Ezt ki se kapcsolhatom. Jó, hogy elég csak egyet? Azt hittem, az összeset ki kell. Most megint mitől lettek? Tehát egyszerűen nem értem ezt a játékot, hogy akkor most... Akkor mi értelme van a startnek, bazni? Valaki mondja már el. Mert kb. Semmi. Just take
De nem... Istenem, ez a becsúszás, ez, amiből elegem van. Ez kár volt. Kár volt megvenni. Hol van? A kajak nem látom. Egy van lent. Egyébként most kapcsolok, hogyha... Tehát hogyha a riasztót szétlövöm, akkor csak azt az egy kapcsolót bassza el, de ha egyiket kikapcsolom, akkor mindegyiket kikapcsolja. Ezt még nem tudtam. Tök jó. Mert én úgy gondolom, hogyha kikapcsolod is, akkor mindegyik kapcsolótáblát ki kéne, nem? Tehát most javítsatok ki, hogy nincs igazam. Ez most azzal azt mondom, hogy nehezebb, de azt mondanám, hogy az logikus, bazd meg. Tehát hogyha kilövöm, akkor csak ez kapcsolódik, akkor kikapcsolásnál, és a gomb kikapcsolásnál is így kéne működnie. Jó, így jó egyébként, mert ez a riasztóval tud egyébként, vagy mi a faszon, riadóval tud a legjobban megszopatni a game. De ez a stealthnél, tehát most itt az embert leszúrtam. Itt. Vagy hol? Itt. Ezt. Leszúrtam és levonszoltam ide. Akkor mitől lett ott mindenki bepaprikázva? Erre van valami logikus, józan magyarázat? Mert szerintem nincs. Egyébként. Ja, izét. Ez jut az eszembe, hogy mindig most már venni fogok ezt a... testpáncélt. Minden ilyen szarnál. Úgy látszik, hogy kell nagyon. Nézzük meg azt a részt. Ez a botoknak ez a kaptár, tudod, ez kurva szar. Azba jutunk oda el. Szerintem itt. De egyébként oda tudok utazni, most nézem. Egyébként most hogy ott vannak azok a gyors utazási pontok, tehát azokat fel se fedeztem. Furi. Hát remélem Spessel a 4 az élvezetesebb lesz egyébként, mert ez a 3 eddig ez
megint az egyik szemem sír a másik nevet, mert egyébként jó, meg jól néz ki, jó a környe, tetszik. Meg ugye alapjából nem rossz egyébként, de ezek a húzásai megint, bazeg, ezek a game-nek egyszerűen potrány. És ez, és nem az, hogy sok katona van, jönnek a katonák, lőnek a katonák, páncélosok a katonák, riadót fújnak, még az is oké, rendben. De ez, hogy leszúrom az embert, elvonszolom, és elbújok vele egy, tehát direkt oda húzom, ahol nem vesz észre senki, és akkor izé. Azt mondja, kötelező stealth mission és kurva sasok. Hát, ja igen, hogy lerepülsz, tudom. Jön a sas, azt így megrángat, meg megöl. Vágom. Az a Primal-be is van egyébként. Ezt tudom mit mondasz. Egyébként játszottam már a 4-jel, mondjuk annyit nem. Gábi a prológus. Igen, prológus. Az elejét. Meg láttam, hogy Tosát, hogy nyomja. Laci kivitte egyébként. Ha, megint nem látok. Igen, és most? Nem látom az utat. Hol az a kurva torony? Egyébként itt is mondom, a kutya megrángatott, tehát érted, megy a nagy harc egy bázisnál, lőnek itt csomóan, és érted, egy ilyen dingó, tehát nem is egy Rottweiler, egy dingó megrángat. Mondom, oké. Nem tudom, erről nem volt szó, hogy itt ilyen zé van. Azt hittem, ez ilyen lájtosabb hely. Ja, kifosztja magát. Vagy nem? Ne. De hogy a quadon se látok egyébként, az is borzasztó. Hát a quad... tudod, hogy kéne látnom ezt a quadot? Amikor benne ülök. Így kéne látnom ezt a quadot. Hogy tudom, elraktam fegyver. Így kéne látnom. Itt a két. Kezemmel fogom, és így kéne látni a quadot. Nem így. Ez mi? Tehát a hasamba van a szemem. Csak azért, hogy ez is egy hiba lehet, és hogy te itt leesz, mert nem látod hirtelen az ösvényt, hogy hova megy. Na jó, adjuk el.
De most hova jöttem? És miért ide jöttem? Nincs itt egy sárkány repülő? Itt. Van valahol valami... műkincs. Pedig innen milyen jól lehetne siklani. Ja, igen, az a spesz. Jó lesz. Majd együtt rézselünk, jó? Mert nem hiszem, hogy a 4 az valamivel is jobb lenne, mint ez egyébként. Ahogy elnézem a... A... Hogy milyen az 5. Meg a Primal, melyiket a Primal is ilyesmi. Hát akkor jó, lesz. Reméljük. Egyébként tuti fogok idegeskedni valamin. Tuti. De most ez a játék engem most ténylegesen szopat egyébként. Most egy kurva toronyhoz nem lehet oda jutni, bazd meg, sehogy. Sehogy. Komolyan gyalog fogok mindenhol menni, bazd meg. Nincs annyira messze. Szállj már ki! Mi? Ez, hogy ennyire sérülékeny a karakter is, kiábrándít. Dögölj már meg, bazeg, hányan vagytok már itt? Na. Ilyen büdös, begyulladt faszát, te. Jaj, de jó. Pont egy fegyveresbe akartam beleülni. És akkor ide jön ez a geciláda, az beül abba, érted? És nyomorult.
érzésem ez nem fog menni. Egyébként nem arról volt szó, hogy... Most én nem partizán ruhába vagyok egyébként? Most nem, nem azért a 20 fillérért kérdezem? Ja, ki fo- jó, ki van foszni. Tehát akkor most miért, ezek miért vesznek engem észre? És mi van? Majd én így jelek helyetted is, Spesz, jó? Kettőnk helyett is. Nyugodt lehetsz, nem vagy nyugodtan játszol. Biztos vagyok benne, hogy ez is egy faszopó geci lesz egyébként sokszor. Hiába leszünk ketten, akkor sem az, hogy meghalunk, megölnek, meg jönnek 10 milliárdan is. Meg nehogy már jól tudják kijönni. Meg faszom, meg ilyen szokásos nyalánkságú. Jó lesz minden. Biztos vagyok benne. Hova menjek? Ja, ide rakott már ilyen takaró lemezeket is. Egyre okosabb volt. Készítő torony modellező munkatárs. Nagyon jó. Körülbelül leveszünk egy fél órát, 1 óra 45 perc, és igazából nagyon úgy nem csináltunk semmi. Megszereztük ezt a ruhát, egyébként ennyi. Hogy menjünk. Jó, nagyon jó. Oda. Igen, az a baj, alapból azzal, tehát bebikázta az agyam, kész, onnantól fogva bukta az egész. Onnantól fogva igazából baszhatom. A faszom, várjál. Hogy utazzak már, itt nincs izé, ez a bolt. Vektorit is milyen egy fos.
Fire rate-je az jó. Igazából mindenhol mindig ez van, hogy a fire rate-je az tök jó. Sarah Connor shotgun. Ja nem, ez az izés, a Half-Life-os. Két kieget lehet. Nem nekem jó desert igő. Na. Eladtam a szarjaimat. És egyébként nem csak az, hogy alapból rage indult, hanem alapból már a tegnapi agony streamből adódó rage is még bennem volt, tehát nem tudtam kialudni egyszerűen, már egész ideges voltam. Van itt bőven halmozottan rage ok és okozat. Van bőven. Nem győzem. Győzöm gyűjteni. Jelenleg még zöld levél. Pirates attack Hoyt's drug fields. They have rigged bombs. V disarms them. Okay. You ready? Blitzkrieg! Seriously? Been a fight. Yeah. Hoyt will send dogs to clean out the body. I will disarm the bomb. Cover me. Azért beterjed ide a tűz. Jaj,
gyorsan elérhet. Megint. Leci! Maradj már nyugton, te faszopó. Hova? Már, hát szerintem mire vár ez? Túlélt ez a faszop? Jó. Általában szeretnek meghalni ezek is. Wunderbar. I will tell Hoyt that you work with me. It should grease the wheels, yeah? But I still need the roll sheet. Yeah, back to that. I had a flash of where it might be. By an abandoned mining colony in the gorge. Okay, I'll check it out. Be sure to take a picture of the guilty ones. Jéééé! Végre egy küldetés, amire nem haltam meg. Az men. Nagy képzettség pont van. Azt a kurva, ez is jó. Ez most egész jó volt. Sőt, ez jó volt. Kár, hogy ezeket a jobb skilleket így ilyen eléggé... late game-be tudod csak bezsebelni, mint ez a jobb testpáncél, meg izé. Mert akárhogy is nézzük, azért már csak haladok a játék vége felé. Hova kell menni? Itt a
22 óra 8 perc. Mondom, hogy mínusz 20 perccel számolok. Hol kell menni? De persze megint a maphoz egy rakás szar. Na, egyszerűen nem lehet a mappon igazodni, mert fos. Én valahol inkább elutazok, hát akkor rendbe jön. Mondjuk ide. Azt ott mellett ezt a előst, azt ki is pucolom. Van történelem, jó. Ott van egy riasztó, két riasztó. Ezt a közelebbit ki kéne iktatni. Lassan másszák. Yeah.
Engem csak a riasztói érdekel, azt el most már fogadtam. Utána semmi értelme a stealthnek. Semmi. Ahogy kitör a balhé, onnantól Rambó. És első a riasztó. Egyébként ugyanilyen ajzé is az Assassin's Creed Origins-be, és így időt már erre szoksz rá. Hogy a legelső, az mindig ajzé. Ugye ott is az a... Az a riadóként szolgáló... Mi volt? Ilyen üst? Ilyen jelzőtűz üst, az annak a megbuherálása volt. Az az első dolgunk mindig ott is. Mondjuk itt az volt a baj, hogy ugye voltak ilyen páncélosok, és akkor azokat nem igazán lehet csak úgy ledarálni egy sniper lövéssel. Várjunk, itt van bent. Azért. Mit írt ki? Nem olvastam. Jelenlegi feladat itt van, nem messze. Most 2 óra 5 és 10 között járunk. Jó. Hagyjuk itt abba. Tehát a végjátszás 7. rész az itt véget ért. És akkor szerintem folytatom most rögtön, csak tartok egy ilyen negyed óra szünetet, 20 percet, ki kell fújnom magam, hogy most már egészen lenyugodtam. Úgyhogy még ha egy kicsit kifújom magam, akkor még jobb lesz, úgyhogy ne menjetek nagyon messzire ti is. Tartsatok egy kisebb szünetet, és akkor várok vissza mindenkit sok szeretet. Na, jó van. Spesz. De mondom, én egy ilyen 4 óra 20 perc múlva kezdem a kövi ízét. Úgyhogy... ebédeljetek, vagy nem tudom, én is azt tervezem. Na, lehetek jó, Gameborgat is voltam. Puszi mindenkinek a kis pocikájára. Sziasztok, csácsomi csá. A livestream, illetve a videó itt most véget ér. Ha tetszett, és nem szeretnétek lemaradni a jövőbeni tartalmakról, akkor iratkozzatok fel. Feliratkozni. Továbbá ne felejtsétek el lájkolni és megosztani bárhol, akárhol. Mindenhol. Szeretnétek a csatorna közösség tagja lenni, akkor keressétek a Facebookon a Borg Nation. Én Borgat is voltam, csácsok, csácsok. Borg Nation.